A második helyezett fogadta az utolsó előttit, így egyértelműen a hazaiak voltak a mérkőzés esélyesei. A nyíregyháziak nem is engedték kiénekelni a sajtot a szájukból, bár az első kör után egy-egyre állt a találkozó, a középső sorban a 600 fáig jutó Fehér Béla vezérletével eldöntötte a meccset az NTK. Az utolsó párosok küzdelmében csak a hazai győzelem különbsége volt kérdéses, végül Fintáig 6-2-es sikerrel érvényesítették a papírformát. Az első szedbe sajnos a Magyarorsi Péter picivel, de elbukta a fontos csapatpontot, azonban mellette a Hakker Dezső magabiztosan hozta a kötelezőt, és a középső sorba igazából már eldőlt a mérkőzés azzal, hogy mind a két pontot meg tudtuk szerezni, itt a Szolyka Miklós, illetve a Fehér Béla révén, és a zárósorba a Kastora Zsolttal, ahogy megindultunk az első 30-as szériánból, már látszódott, hogy csak is nyíregyházi győzelem született, annak már csak a mértéke volt kérdéses. Nekem sikerült a csapatpontot megcsinálnunk, és így alakulhatott ki, hogy egy nagyobb fakülönbséggel és 6-2 arányban diadalmaskodni tudtunk hazai pályán. A nyíregyháziak szombaton idegenben lépnek pályára, Budapesten, számukra ismerős környezetben a Dinamo SC ellen szeretné begyűjteni a két pontot az NTK. A Dinamo csapata, ez már mindenképpen egy sokkal nehezebb falat lesz idegenben, ugyanis nagyon jól játssza a hazai pályájukat. Hozzáteszem, hogy ezen a pályán ebben a szezonban már kétszer voltunk, a gázművek ellen és a fővárosi vízművek ellen is diadalmaskodni tudtunk. Azt lehet mondani, hogy maga biztosan, úgyhogy bízunk benne, hogyha ugyanazt a csapatfát tudjuk hozni, akár a Dinamo csapatát is meg tudjuk majd leckésztetni. Egy 3-5 arányú óvatos kis vendéggyőzelembe bízunk, és nekünk most ez a legfontosabb, hogy a két pont meglegyen, főleg annak tudatában, hogy a közvetlen riválisaink, az Eger, illetve a BKV előre is nehéz idegenbeli mérkőzés elé nézhet, és nagyon bízunk benne, hogy most a tabellán is akár már előrébb tudnánk majd lépni, úgyhogy ezért is mindenképpen nagyon fontos lesz ez a szombati találkozó számunkra. Az NB1 keleti csoportjának tabelláját az Eger vezeti 22 ponttal, megelőzve az eddig 20 pontot szerző NTK-t és a 19 pontos BKV előrét.